Az Amerikai Egyesült Államok újabb adag fegyvert és katonai felszerelést készül küldeni az ukrán fegyveres erőknek. Karen Jean-Pierre, a Fehérház sajtótitkára arról is tájékoztatott, hogy egy másik Ukrajnának sürgősen szükséges segélycsomagon is dolgoznak már. Nem részletezte, hogy az új csomag pontosan mit tartalmaz, ugyanakkor a sajtótitkár szerint az Egyesült Államok igyekszik segítséget nyújtani a Harkiv térségi ukrán védőknek, mivel ott az ukrán erők heves harcot vívnak, emelte ki Jean-Pierre. A Fehérház sajtótitkára hozzátette, hogy az oroszok megkezdték a támadási kísérletet a Harkivi területen, és hamar fokozhatják a támadó hadműveletek ütemét. Véleménye szerint Oroszország azért teszi ezt, hogy seki puffer zónát hozzon létre az ukrán határ mentén. Szorosan együttműködtünk Ukrajnával, hogy segítsük a felkészülést, fejezte be gondolatmenetét Karin Jean-Pierre. A 160 meghívott országból 50 megerősítette, hogy részt vesz a globális béke csúcs találkozón, amelyet június 15-16-án tartanak Svájcban. Diplomáciai szinten intenzíven készülünk, hogy meggyőzzük azokat, akik még nem nyilatkoztak, mondta szerdán Nikolá Bidó, a svájci külügyminisztérium kommunikációs osztályának vezetője. A szándékukat megerősítők között van Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke német kancellár, Georgia Meloni olasz miniszterelnök, Justin Trudeau kanadai miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök. A svájci külügyminisztérium közölte, elégedettek a válaszok számával, de még ennél is magasabb számot terveznek. Nagy európai országok jelezték részvételüket, de azt is szeretnék, hogy minél több ország legyen a globális délről, mert nyílt vitát akarnak az ukrajnai béke lehetőségeiről és gondolatairól, ezért szeretnénk elérni, hogy az észak-dél képviselete reprezentatív legyen, hangsúlyozta Bidó. Egyben megjegyezte, hogy Oroszország nem lesz jelen a találkozón. Az idéglenesen megszállt Krimben lévő Belbek repülőteretért ukrán csapás két ellenséges MiG-31-es vadász talált el, írja az Unián. A Telegramon található információk alapján a félszigeten végrehajtott támadás következtében egy üzemanyag és kenőanyagraktár is találatot kapott. Emellett a beszámolók szerint sikerült eltalálni legalább egy S-400 nagy és közepes hatótávolságú légvédelmi rakétarendszert. A támadásban a technikai felszerelések mellett több katonát is ártalmatlanná tettek. A német Rheinmetall fegyvergyártó légvédelmi rendszerek közös gyártását kezdi meg Ukrajnában, közölte Armin Pappergörn, a Rheinmetall vezérigazgatója. Papperger azt is bejelentette, hogy a korábban megígért 40 darab Marder 1A3 páncélozott szállítójárművet e hónaptól szeptemberig leszállítják Ukrajnának. A vezérigazgató megjegyezte, hogy valószínűleg még legalább egy-két évnek kell eltelnie, amíg a gyártás megkezdődik. Ugyanakkor további részletekről nem számolt be. 2024 márciusában vált ismerté, hogy a német Rheinmetall hadipari koncern Ukrajnában legalább négy gyár építését tervezi, amelyek fegyvereket gyártanak majd, főként Ukrajna számára. Ugyanakkor, amint azt az Ukrán Védelmi Minisztérium megjegyezte, az egyik gyártóüzemet már elindították. Ez számos katonai felszerelés gyárt a partnerországok területén, de ukrán alkatrészekből.